Az amerikai Time és a francia Le Monde című magazinok után a legnagyobb brit konzervatív napilap, a The Times is az évemberének választotta Ferenc pápát. A lap csütörtöki szerkesztőségi cikkében azzal indokolta döntését, hogy a katolikus egyháznak kivételes emberre van szüksége, és úgy tűnik, hogy Ferenc pápa személyében ezt az embert meg is találta. A világhírű magazinok és napilapok mellett az egyik legismertebb meleg lap adő edvőkét szerint is a katolikus egyház fő az évembere, ugyanis a melegekhez való hozzáállása és azzal kapcsolatos kommunikációja óriási előrelépés elődeihez képest. Riói útján ugyanis egy újságíró kérdésére válaszolva így fogalmazott: Ha egy meleg Isten keresik, ki vagyok én, hogy megítéljem őt. Ezzel megerősítette és sokak számára érthetőbbé tette a Vatikán régóta fennálló álláspontját, miszerint a homoszexuális embertársainkat nem szabad kirekeszteni, a homoszexuális beállítottság nem bűn. Ferenc pápa szeptemberben személyesen hívott fel egy meleg fiút, aki levélben fordult a pápához, mert nehezen tudta összeegyeztetni vallását szexuális orientációjával. A homoszexualitásod nem számít. Így vagy úgy mindannyian Isten gyermekei vagyunk, ezért a jó cselekvés útján kell haladnunk, mondta a Szent Atya, és arra kérte őt, imádkozzon érte, cserébe ő is ugyanezt fogja tenni.